Az ünnepség az óvoda nevelőinek énekével kezdődött, majd a gyermekek táncával, játékával folytatódott. A nézőtér soraiban mindazok helyet foglalhattak, akik valaha ebben az intézményben dolgoztak, vagy sokat tettek ezért az óvodáért. A jubiláló intézményben a polgármester is köszöntőt mondott. Az én dolgom az nem az, hogy beszédet mondjak, mert még egyszer szerintem azt a gyerekek megtették a saját mosolyukkal, és visszaigazolták azt a munkát, ami ebben az intézményben, és egyáltalán a székesfehérvári óvodákban folyik, zajlik nap mint nap, hanem inkább köszönetet mondjak. Köszönetet mondjak mindazoknak, akik az elmúlt 30 évben akár az intézményt vezették, akár az intézményben dolgoztak, akár az intézményben dolgoznak. Csík Gabriella, vezető óvónő felidézte az intézmény 30 éves történetét, azt a 3 évtizedes fejlődést, amelyet az óvoda növendékei, szüleik, illetve az óvónők és dajkák közösen éltek át. Az óvoda folyamatosan nyitotta egyre szélesebbre kapuit, így kaptak itt helyet például 1997-től vakgyermekek is. A felzárkóztatás, a tehetséggondozás a helyi nevelési programunk fontos eleme. Mindig nagy gondot fordítottunk rá. Így lehetünk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács regisztrált tehetségpontja 2011. májusától. Csík Gabriella az óvoda nevében külön köszöntötte Kis Zoltánnét, aki előtte hosszú évekig vezette az intézményt. A Rákóczi úti óvodában több mint 200 gyermek jár. Úgynevezett zöld óvodaként és integrált nevelési programjukkal ma is népszerűek a városban.